Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vörös Ötöség Cín YouTube csatorna, Ricsi vagyok, és a gyilkosság a Forrester cirkálon történet harmadik részét kezded el nézni. Kifejezetten ajánlom, hogy az első kettőbe is hallgassál bele, nézed őket végig. Ha valamiért mégis úgy gondoltad, hogy a harmadikkal kezded el, akkor csak pár mondatban hőseink egy ilyen felhőben ragadtak, egy szabotázs akció után, és meggyilkolták a kapitányukat, és valaki kalózokat próbált rájuk szabadítani, de a játékos karakterek meglepő könnyedséggel elbántak a kalózokkal. Ugyanakkor még mindig ott van az ionvihar, ami ha sokáig tépelődnek, hogy mit csináljanak, akkor leszívja a hajójuknak az utolsó energia morzsáját is, és örökre itt ragadnak, és meglehetősen kevés esélye, hogy megtalálja őket bárki is. Jó, hát szerintem az a legegyszerűbb, hogyha a meetinget ezen a hajónak a fedélzetén tartanám, mert akkor senki nem tud lelépni vele. A nagy hajó az úgyis elég tropának tűnik. A gyilkossága kapcsolatban meg hát a droid, vagy az első tiszt, ami igazán gyanús. A droidot hátra hagyjuk, ne vedd magadra, Laci. Nem fog megsértődni. Csak az első tiszt el tudjuk vinni magunkkal. Ja. Egyedül a probléma csak ezért lesz a kutató lesz, aki a fontos rakománya miatt aggódik. De hát azt majd valahogy meg kell győzni, hogy élete fontosabb, mint egy kutatás, és biztos, hogy van neki valahol izéje, másolata. Jól át akarom tudni ezt a hajót. Micsoda? Jól át akarom nézni ezt a kis hajót. Ja. Mert hogy ha ezen működik még a hosszú távú kommunikáció, akkor hívhatunk segítséget, és ki tudják vinni a nagy hajót a kománnyal együtt. Ez is igaz. Felsőnök majd azt kell megpróbálni, aztán ha nem működik, akkor meg elmegyünk fel, aztán fogunk ki. Ez is igaz. Jó, hát akkor először nézzük át. Megy a Szerinti jó robotot, mert az első tisztet be kell zárni, aztán vannak rajtunk kívül biztonság emberek, majd azok érzik. Na, visszatértem. Ki is találtátok a taktikát? Ja. Szeretném átnézni ezt a kis hajót, mint amit ugye el is kezdtem. Meg akarom nézni. Összehívhatjátok a meetinget, hogy mindenkit várunk a tárgyalóban, a hangárban, a nem tudom, konyhában. Térben, a raktérben, mint ahol a csata folyt. Itt a raktérben. Társaság külső eredmény. Azaz. Feltornazzátok a hullákat középre. Igyetek, aztán maguk utóbb bevallják a bűnteit. Ricsi, amit én keresek, meg kíváncsi vagyok rá, hogy a hosszú távú kommunikációs modul az működik-e ezen a hajón még? Nézzük. Az nem feltétlen. Szeretnéd, hogy működjön? Hát jó lenne. Hát az a... Ja, egy Destiny pontért cserébe biztosan működik. Meg egy jár akkor a költet jelni, de milyen Destiny pontokat nagyon. Hát ez arra való, hogy költsétek. Aztán majd, hogyha majd sok lesz a fekete, akkor én kezdem őket költeni, és kizöglek titeket. Ez a baj. Mi kéne, hogyha, tehát először azt kéne, hogy van-e? Elérzetem, biztosan hosszú távú kommunikáció. Ahogy a hosszú távú és a hosszú távú is között van különbség, tehát az, hogy milyen egy-két rendszerig elhatoló, olyan biztos van. Az, hogy mi a galaxis másik felével kommunikáló, az valószínűtlen. Olyan annyira durva nektek sincs. Jó, baráti űrben vagyunk? Tehát a vállalati szektor által... Hát azért, hogy nem kifejezetten ellenség, és egyébként nem olyan nagyon-nagyon durván kalózkodott részben vagytok. Tehát ez a kis szekció, hogy viszonylag meglepő volt. Ilyen messze a legközelebb, ilyen állomás, egy biztonsági pont, azt tudjuk. Valahol véletlenszerűen kijöttetek két ugrópont között, tehát az valószínűleg fényévekre van. Az most nyilván
tehát ha rendben sima hajtóművel kéne menni, akkor az azt jelenti, hogy évekig tartana. Lehet, hogy fél órán belül ide érne valami segítség, hogyha segítséget hívnátok. Vagy akkor ők ugye fénysebességgel jönnének. Vagy hát ugye technikailag a fölött, ugye? Mert hogyha vad hosszú távú, de nem a feltétlen nagyon hosszú távú, akkor az lehetne kérni fegyet. Csak hát ugye tudjuk, hogy akkor relatíve hol vagyunk, és hogy ahhoz képest milyen messze van egy ilyen lehetőség. Rádió kapcsolati szempontból. És akkor utána Dorig megnézi, hogy akkor melyik fajta hosszú távú rádió között időt van ezen a hajón. Hát hogyha leadtok egy vészjelzést, akkor fél órán belül lehet, hogy érkezik segítség. Ha érkezik segítség, akkor legfeljebb egy napon belül érkezik segítség. Addig pedig azért nem fogtok megfulladni, vagy éhen halni. Ja. Ha addig rá a minden rendszeretek. Működik a hajó egyéb rendszerei. Lehet, hogy a hajónak minden rendszere áll addigra, de ugye attól még az oxigén nem használjátok el az egészet, ami van a hajón. Jó, felhőbe vagyunk. Még egyszer? Igen, ugye attól nem sok... A normál manőrvezér a képákkal ki tudunk jönni, vagy hajtóművel. Hát ugye a ti hajótoknak nem működik a hajtóműve, mert ugye hát, azt így... Ennek a másik hajónak működik a hajtóműve, még egy darabig. Azt mondtam, hogy egy fél óra múlva már lehet, hogy abból is elmegy az energia az ion miatt. De az hogyha itt van egy működő hajó, akkor miért nem megyünk el azzal? Tehát, hogy várjunk egy napot azzal, hogy megjön a segítség. És ha igazából, hogy haza elmegyünk, megérkezik egy olyan helyre, ahol tudunk segítséget kérni, és utána vissza tudunk jönni, vissza tudjuk küldeni az embereket a rakományért. Kivéve, hogyha közben nem viszi el valaki. A droidot, meg az első tisztet a kabinban, az itt menjek, az itt majd meg addig elmegyünk. Aztán hozunk. Így van. Az tetszik az ötlet. Jó, akkor még egyszer, akkor összefoglalóan, akkor azt beszéltétek meg, hogy kik akarnak akkor elmenni a hajóval, hogy abból a célból, hogy állítólag visszajönnek segítséggel? Mi hárman. Ja, ti hárman. Aha. És elhasználunk egy Destiny pontot. Nem kell, de biztonságig. Arra nem kell. Nem kell. Meg a vízik bennünk. A fél kezét odaadna nekünk. Azért a biztonsági nem érde, miért nem kérdünk segítséget? És aztán amellett, hogy kérünk segítséget a kalózhajó rádióján, közben elindulhattok a kalózhajóval egyébként. Elfoghatják a segélykérő üzenetet mások is, és nagyon kiszolgáltatott a hajó jelenleg. Nem lenne célszerű. Szerintem, hogy meg kéne próbálni minden lehetőséget megragadni. De egyébként nekem mindig fenn van a kérdésem, hogy a hosszú távú kommunikáció a mi hajónkon, a saját hajónkon működik, csak azt még mindig nem használtuk. Ja, azt egyébként közben elromlott, az még valamikor működött, de Valamikor azt mondta már egy, hogy már az sem működik. Hát volt olyan, amikor még lehetett volna segítséget kérni, de ugye folyamatosan állnak le a rendszerek, igen. Most már nem működik a ti hajótok. Most már az van leállt. Most már nem sok minden működik a hajótokon, tehát még egy lélegeztetés van, meg áramköve. Akkor nem most segítséget kérne kérni, tehát speciálisan azt mondja, hogy ez a hajó veszélybe került, hanem hogy ezen és ezen a területen kalóztámadás történt, mivel hogy ebben a szektorban ritka a kalóztámadás, ezért valakit biztos oda küldenek, hogy nézze meg, hogy mi történt, vagy mit kestek ott a kalózok. Ja, ezt meg lehet csinálni. Erről mit gondoltok? Hogy akkor mégse egyértelmű segélykérő üzenet, hogy ha valaki elkapja, akkor Én kérdőn nézek a biztonsági főnökre, hogy mit szeretne. Kapott egy elég nagy lövést, szóval most ő is ilyen begyógyszerezve van kicsit. Ő mondja, nem tudom, de az biztos, hogy akkor a hajót nem hagyhatjuk itt mindannyian, szóval valahogy a segítséget kell hívnunk. Így elég talpra esettek vagytok. Én szívesen most itt maradok a hajón.
meggyőzni őt. Mert kit meggyőzni? Hát a, azért a biztonsági főnököt, hogy adunk egy ilyen üzenetet, hogy belátjuk a kalóztámadást, meg elmegyünk rá van a hajó, és erről meggyőzni, hogy engedélyezze. Feltéve, ha kell egyáltalán meggyőzni. Jó, azt mondja, hogy cselekedjetek így, azt mondja, hogy most így, most nem érzem magamat alkalmasnak arra, hogy döntsek. Az így, azt így mondja, hogy elmegyek a gyengélkedőre. Hát, ő elment akkor a gyengélkedőre. Elment a gyengélkedőre, akkor mi maradtunk itt? A kapitány szobájába, aztán bezárjuk. Kit akartok bezárni a Ródiáknak a kapitányt? A áruló, lehetséges áruló robotot. A CPU-t, vagy HCPU-t. Szegény CPU. Szerintem a HCPU-t azt nyugodtan magára hagyhatjuk itt a hajón, mert... nem feltétlen orgyilkos droid. Lehet, jó, mindenképpen ne vigyünk magunkat több ember, mint amilyen mi megyünk. Tehát maximum kettőt. Tudja valamelyikük vezetni ezt a hajót? Nem tudom. Több pilóta is van a hajón, tehát vihettek egy pilótát. Akkor az egyik pilót, ja, igen, az egyik pilótát vigyük el magunkkal, vigyük magunkkal a kalóz kapitányt. Meg a droidot. Micsoda? Melyik a hajóvezetés skill? Piloting. Piloting space. Piloting space, mert űrhajót, az piloting... Jó, kaptok egy pilótát, ez ne azon műjön, hogy most neki mentek az egyetlen aszteroidának, ami 3 fél éven belül van. Jó, akkor... akkor Dávid menne, ha jól értem, akkor menne Bence is. Hol van Bence karakter? Ezt nem tudom elbújt. Ja, Siklónál. Na, akkor doidozzá itt nélkül. Én itt maradnék a szállítóhajón. Jó. Oké, akkor te maradsz. Szállítóhajó. Én a szállítóhajó egyik gépésze vagyok, az a dolgom, hogy rendben tartsam azt a hajót. Jó, akkor elviszünk magunkkal a Kalóz kapitányt, akkor bezárjuk a izét. Droidot. A kapitány szobájába. Az első tiszt marad a saját szobájában bezárva. Bár mondjuk, hogy a bizonyítékokat találtuk, lehet, hogy fordítva lenne érdemesebb. Ja, az a hülyeség. Az első tisztet bezárjuk a kapitány szobájába, a droidot meg az első tiszt szobájába. Van még zárható kabinet a folyosón az első tisztivel szemben is. Akkor abba zárjuk be. Abba zárjuk be akkor az első tisztet, nem se, de pontosan nem. Igen, és akkor a droidot pedig a első tisztjébe. Jó. Akkor oké, hogy nagyban szervezkedtek. Kijött ez a Stax nevű kutató, akit már egyszer már jól megbámult, hogy mi történik, amikor a Laci pár órája, játékon kívül pár órája itt a zsilipet forszírozta befele. Mondja, hogy úgy láttam, akkor a kalóztámadást elhárítottátok. Sikeresen is elhárítottuk, úgyhogy attól megnyugodhatunk. Nagy kalóztámadás volt. Nem a kutató logójában volt bezárva, vagy bezárkózva? Ja, Laci mondta neki, kalóztámadás lesz, és... Igen, velem találkozott, én elmondtam neki, hogy mi van. Igen. Én elvonulnék valami gépészterembe megjavítgatni magamat.
Jó, dobhatsz egy mechanik próbát, megpróbál gyógyítani magad. Kaphatsz 2 kéket arra, hogy ott van megfelelő felszerelés, nehézség nélkül. Hú. És ugye a sikerek száma lesz akkor a gyógyulás. 4. 4, ez nem nagyon rossz. Na, lényegesen jobb. Jó, akkor még van pluszban egy pilóta veletek, akkor ti elugrotok a legközelebbi rendszerbe, ahol egy legközelebbi lakott rendszerben, ami pár órányira van, ha jól értem, az a terv. Igen, igen. És Ricsit megragadnám a alkalmat, és megkérdeznék, hogy ez most hogy tervezzük, hogy ez egyszeri alkalom, vagy folytatnánk? Egyszerűre terveztem egyébként. Már akkor nem jössz vissza? Ha jó van. Nem, mert de azon gondolkodom, most meg kicsit nézem időt, hogy most már mióta vagyunk. Fél órán belül befejezzük ezt a kalandot. Hát mindenkit van őrek. Nem. Például a birodalmi flottával is. Mindegy, mit csinálsz? Akkor te elindultok a hajóval. Kó. Na. Mondják azt, hogy a ródjait is bezártátok valahova? Jó, egy pillanat, akkor mindjárt visszajövök, átszadok a másik poistjátra, mindjárt jövök. Oké. Jó, akkor... Dávid, te most egy másik helyen vagy. A Laci akkor te ott a... Te most visszajöttem, hogy az engine... Beraktam magamat, de igazából valami ilyen gépész szoba kellene. Ha mondjuk, hogy ez... A mapon ez a leggépészebb szoba. Igen. Jó. Na, vissza vagyok itt. Na, hát akkor nem volt elő sokáig. Egy olyan 4 órás útra indultatok a hajóval, a hiperűrben, azzal a kis hajóval, amit pont kiütöttetek, amiatt még teljesen lemerült volna mindene. Jó, és akkor kiküldtük a üzenetet is, a segédkérő üzenet, nem a segédkérő, hanem a kalóztámadásos üzenetet. Uh-huh. Hogy akkor ott is le legyünk fedve, hát ha jön a segítség. Hogy hát ha jön valami járőrtapat. Jó. De amint beugrottak a hiperűrbe, akkor ugye már nincs ott az ion mező, és mondok ott az, hogy a hajtó, ami égeti az üzemanyagot, termeli az áramot, szóval helyreáll a hajótoknak az áramellátása a kis hajónak. Így nagyban javítgatod magadat, Laci. Már nagyjából rendbe jöttél, amikor a másik droid, aki ott van melletted, mondja, hogy ez különös. A agresszív vírus, ami eddig blokkolta a hajtóművet, az leállt. Visszakaptuk a hajtóművek irányítását. Te csináltál vele valamit, vagy magától állt? Mondja, hogy néztem folyamatosan, és egyszer csak megszűnt. Valami leállította. Egy felülbíráló kód leállította a vírust. A hangos bemondón, ugye kommunikák nem működnek, de a pilóta hozzáfér a hangos bemondón. Visszakaptuk az irányítást, a fény alatti hajtóművekkel ki tudunk navigálni, már nincs elég energiánk, hogy elindítsuk a hiperhajtóművet, de van esélyünk, hogy ki elhagyjuk az ionfelhőt. Hogy beszéljük meg, hogy megpróbáljunk kimenni az ilyen felhőből, vagy maradjunk itt, és bízunk benne, hogy jön segítség. Ez úgysem az én döntésem lesz. Csak egy gépész vagyok ezen a hajó, mindenki, aki döntéseket tud hozni, ez lelépett vagy félhalott, úgyhogy nagyjából nyugtázom a hangos bemondót, aztán nem csinálok vele semmit. Jó, aztán látod a kijelzőkön, hogy elindult a fény alatti hajtómű, szóval akkor valaki azt az utasítást adta, hogy akkor menjetek ki az ion felhőből. Megpróbálok bemenni, illetve tehát bemegyek a pilóta fülkébe, megtapolni, hogy kitől jött az utasítás. Ugyanis tudtam, már mindenki be van zárva, vagy nincs a hajón. Aki ilyen jellegű döntéseket hozhatna. Így azt mondta a pilóta, hogy a másodtiszt adta neki ezt az utasítást, és valóban ott van a pilóta főképen a másodtiszt is, szóval...
Úgy, ahogy megállnak, igen. Igen. Jó, oké. Okay. Másodtiszt adott neki egy utasítást. Így a turbolifttel megérkezik a kutató, és akkor mondja, hát mi történt? Haladunk, haladunk? Hát szeretném jelezni a másodtisztnek, hogy egy fám, hogy hívják ezt magyarul egy fél pillanat. Egy felmentő csapat érkezésére várunk, akik ezt a koordinátát ismerik, és ide fognak visszajönni értünk. Biztosan jó ötlet az, hogy, vagy jó döntésnek tartja azt, hogy változtassunk a pozíciónkon? Ja, másodtiszt zavarba jön, de a Stax a kutató az... Hát persze, hogy jó döntés, ez szükséges, hogy elmenjünk innen, és az a biztos túlélésünknek az esélye, hogyha ha kimegyünk ebből az ion felhőből. Mi van, hogyha történik valami a barátaiddal? Mi van, hogyha a hajójuk az egy regisztrált Kajolusz hajó, és azért már messziről kilövik őket? Mivel mi megmagyaráznak a helyzetüket? Valós érvelés, akár ez is előfordulhat. A halálba küldtetek minket. Így van. Rád néz a Stax, hogy mondja, robot, tessék, itt van egy-két javítócsomag. Ezek így a medkitnek a robotpárjai. Hozd magad rendbe, aztán ne hátráltasd a embereknek a munkáját. Menj vissza a üregedbe. Köszönöm szépen a javító csomagokat. Parancsokat ugyanakkor csak a személyzet tagjaitól fogadhatok el. Így a másodtiszt így nézi a szituációt, hogy köszönjük robot, nincsen szükségünk most a szolgálatra, hozd magad rendbe, üzemképes állapotba. És így visszacsukja a pilóta fülke ajtaját. És így a Stax meg egy nagyot, sokat sejtetően néz téged, hogy na, akkor menjél. Na, és visszakézből tarkon lövöm, az nagy baj. Bólintok, amennyire így engedik a szálvó motorok, aztán elvonulok onnan. Jó, így végig kísér a szemével, hogy így visszamész akkor a gépészetre. Ez nem is én vagyok. Hol vagyok? Mi vagyok? Ki vagyok? Jézusom, mit vagyok? Jó, van, oké. Okay. Sikerül egyébként kijutnotok az ion felhőből, és mielőtt még megérkeznek Dávidék a hajóval, előtte leadják a jelzést, hogy hát srácok, köszönjük, hogy elindultatok, de közben kijutottunk mi is az ion felhőből, és helyreállt a kommunikációnk. Szóval akár vissza is jöhettek. Zsütty, és most így erre. Hát így a pilóta akkor így rátok néz, hogy hát így nem határoztunk meg rangidő sorrendet, de hát akkor gondolom visszamenjünk, nem? Hát értem, a hiperhajtó még is működik? Hát igen, ezt az előbb nem mondták, visszakérdeztek, és azt mondják, hogy igen, a hiperhajtóművet is üzem. Mire visszajöttök, addigra a hiperhajtóművet is rendbe tesszük. Üzentünk a támogatóhajóknak, azok is visszafordultak, értünk. Akkor mindenképp menjünk vissza. Bocsánat, nálatok is mozog a kis hajó? Igen. Okay.
Én azt hittem, hogy feature, hogy valaki mozgatja. Tessék, lokkoltam. Hopp. Na, valaki az ragadt meg, úgy tűnik. Ah, oké. Okay. Tessék? Közölte velünk ezt a hír. A kommunikációs tisztetek a hajóról. Voltatom. Aki keresi, tudja, hogy éppen melyik karakter, de valamelyik. Hát, hogy eddig csak a nevét mondtam, tehát tehát aki ott van, hogy kommunikációs tiszt. Ilyen Arani Sode. Ennek ennél is kéne keresni, mert ott van csomó kalóz a hajó. És nekünk nincsenek börtöncelláink. Tehát valami adósságot most is értesíteni kéne tovább is. De tudunk értesíteni egy nagy hajóról is. Jó, de vissza tudunk menni a hajóval? Igen. Már minden jó lesz. Az hajón minden működik, van biztonsági személyzet a hajón, ők addig szemmel tudják tartani. Azt tudok elhagyni. A mi hajónkban gondolunk, hogy ezt tud még egyszer hiperutást csinálni? Tud, igen, rendben jön a hajótok, és tudja folytatni az utadat elvek. Hát akkor... Van még egy kísérő hajó. Így van. Én közben az engine roomban a komputereken szeretném figyelemmel kísérni, hogy mikor érkezik vissza a hajó. Ugye tehát láttam, meghallottam a kimenő kommunikációt, várom őket, hogy mikor érnek vissza. Jó, hát azt hiszem, hogy akkor azt mondtam, hogy egy óra telt el, de egy óra alatt visszaérnek, tehát akkor két órát nem voltak itt magyarul. Mert viszont ha visszaérnek, akkor tudom, hogy hol fognak dokkolni. Úgyhogy lemegyek fogadni őket. Igen, Laci, a Reaper kitek azok elengedőek voltak arra, hogy megjelöltöttük magad teljesen, ezt én nem hangsúlyoztam ki, de... A med kitek azok úgy vannak, hogy egy 5-öt gyógyít, 4-et gyógyít, 3-at gyógyít. A Reaper kitek azok elve mindig 4-et gyógyítanak a droidban. Jó van, akkor... Előkerült a biztonsági főnök is, addigra most már rendbeszedték. Na, hogy akkor hát uraim, köszönöm akkor, hogy magukra vállalták ezt a veszélyes küldetést, hogy segítséget hoznak, de valamilyen megmagyarázhatatlan indokból, ahogy jött ez a vírus, el is múlt, és helyreállt minden. Felettébb gyanús. Közben azt beszéltük a kísérőflottánkkal, hogy igazából talán egyszerűbb, hogyha mi ugrunk az ő pozíciójukra, mint hogyha itt várunk, és ők jönnek vissza a mi pozíciónkra. Hát mi erről nem dönthetünk, úgyhogy ez a... Igen. Ez a... Ha menni kell, akkor menni kell. Szóval mindenképpen érdemes, megkérdezem a kedves... Droid társunkat, hogy ilyen kedvesen itt fogad minket, hogy tud-e valamit erről a vírusról, vagy észlelte valami furcsát, azon kívül, amit elmond a biztonsági főnök? Hát, tekintve, hogy meg itt van a biztonsági főnök. Ja, igen. Csak közlöm, hogy a hajó integritást ellenőrzöm. És közben nézek a szanaszétlőtt zsilip ajtóra, amit ott kétszer hegesztettünk kifelé, meg befelé. Meg közben így kicsit oldalra fordítva a fejemet a biztonsági tisztre. Na, hát akkor el kell menni valami csöndesebb helyre. Egy szinten lejjebb a raktér. Lehet beszélni szépen. Hát lehet ellenőrizni, hogy ott nem történt-e valami. Igen, nem megyünk tényleg, valóban. Le kéne menni ellenőrizni, hogy minden rendben van az alsó raktérben. Ott még úgyse voltunk. Természetesen, az is a feladataim közé tartozik. Leliftezek. Biztonsági tiszta, a fő tiszta, akkor nem jön utánunk? Nem, akkor az mondja, hogy akkor van, jelentést kell írnia. Nagyszerű. Elkísérheti a kapitányt. A kalóz kapitányt, ha már nálunk van. Jó, akkor felkísérik a kalóz kapitányt.
bezárják őt is valahova. Mindenkit bezárják. Kapitányt a kapitány szobájában. Milyen börtönigazgató, az legbiztosabb, tudod, behozzám ember. Na, ott vagytok hárman. Az a helyzet, uraim, hogy a kalóztámadás alatt úgy vettem észre, hogy ha másban nem is önökben, legalább megbízhatok. Legalábbis önök nem úgy tűntek, mint akik a hajó kárát akarják. Nem, én csak szeretném, hogy kifizetni neki, és épségben túlélném ezt az utat. Hát elmondom nekik, ami történt, amíg nem voltak itt, hogy hogyan jött vissza hirtelen így a semmiből a vezérlés, meg a hajtómű, meg minden egyéb. Tehát elmondom nekik, amit a kutatóval tapasztaltam, ami összetűzésünk volt, vagy hát fóváltás. Kapnak egy teljes információcserét. Információcsere protokoll befejezve. Hát itt voltak, hallották, úgyhogy most azt így... Igen. Én nem vízért közben, az igazság. Akkor Laci, foglald össze a saját fejedben. Bocsánat. Bukta van. Mondd meg egyszer, Dávid. Mondom, én megközben dolgoztam. Igen, természetesen a hajót vitted elfelé innen, az volt a munkád. Balatokkal dolgoztam közben. Nem vigyáltam. Hogy hívják? Stax. Igen. Szóval a Stax nevű kutató kifejezetten furcsán viselkedett. Sőt, a... Hogy hívják ezt? Hídnak hívják, ugye, ahol a pilóták vannak? Pilóta fülke, mondjuk híd, lehet híd is, olyan felvágósak vagyunk. Hát ez egy nagyobb hajó, azért nem egy fülkéről van, szóval legyen jó, híd. Okay, szóval híd. Mikor kérdőre mondtam a pilótát, hogy mégis miért indulunk el erről arra a koordinátáról, ahol a ti hajótokat váltuk vissza, illetve az önök hajóját váltuk vissza, teljesen önkényesen jött fel a hídra, és úgy osztogatott parancsokat, mintha ő bármit megtehetne. Ami igencsak furcsa viselkedésre val. Ráadásul a teljes harc alatt a kutatásával volt elfoglalva, amiről semmit nem tudunk. Hogy lehet egy kicsit jobban meg kéne vizsgálni, mint biztonsági személyzetnek, úgyis jogunk is van hozzá esetleg, ügyesen. Kérdés az, hogy a főtiszt az valószínűleg benne lenne, vagy pontosabban ő együttműködne velünk vajon, vagy a hátam mögött kell cselekednünk? Nem tudom, én... Még mindig kába. Micsoda? Még mindig kába. Nem igazán van magánál. Ja, igen. Elég önkényesnek tűnik, lehet, hogy azért egy mondatot megérne, és reakciójából... rájöhetnénk, hogy pontosan mik a szándékai, csak valami úgy ügyes körmondattal kéne, hogy hogyha például arra jelent, tehát hogyha tudom, hogy esetleg az a kutatás veszélyes lenne az egész küldetésre, vagy az egész útra, és ő tudna róla, hogyha mondunk neki egy olyat, hogy szeretnénk ellenőrizni tehát szeretnénk kérni egy listát az itteni utasokról, hogy mit csinálnak, hogy miért vannak ezen a hajón, ha vonakodik kiadni, már gyanús lehet. Én azt önökre bízom. A humán kommunikáció nem az erősségem, nem protokoll. Egy játékon kívül, tehát van hozzáférésetek az utasjegyzékhez, és ő egy nagyon magas rangú kutatóként van nyilvántartva. Tehát így elég komoly jogköre van, és hogyha úgy kellemetlenkedik valaki bele, akkor azt így könnyen ki tudja rugatni. Tehát... Tehát ő elméletileg kezdeményezte, hogy szuper titkos vállalati érdekből, hogy az ő foglaljanak le neki egy zárt rakteret, és hogy abban valami meg nem nevezett árut szállítsanak át A-ból B-be. Akkor a
Akkor csak ezt kéne mennyi, ennyit kéne megkérdezni a főtisztől, hogy nem tudom, hogy ott valamilyen szivárgást észleltünk. Műszerészünk szivárgást észlelt, és szeretnénk utána nézni. Akkor ebből a reakcióból tudunk hát valamit levonni. Onnan tudunk tovább. Akár. Ezt kinek mondod? Bocsánat, még egyszer? Azt nem értettem, azt az egyet. Már most melyikünk? Hogy kitől akarsz engedélyt, vagy kinek mondod ezt? Azt nem értettem. Ezt a biztonsági főtisztnek. A biztonsági főtisztnek? Igen, biztonsági főtisztnek, csak annyit mondunk, hogy abból a raktérből valamilyen szivárgást észleltünk, és annak szeretnénk utána nézni. Jó, oké, akkor azt mondja, hogy szivárgás, hát még azt hiányzik nekünk, hogy valami szivárgás legyen. Hát nem tudom, így... Jó, hát akkor kérjétek meg a gyengegyen beteteket, Stax. Beszéljünk, akkor úgyis akkor itt a lehetőség, hogy kicsit elbeszélgessünk vele. Akkor menjünk mind a hárman, az a biztos. Jó, oda mentek a... Ugye szimmetrikus az a két ajtó, mindegy melyikhez mentek oda. Zárva találjátok, és hogy alapvetően nincsen jogosultságotok bemenni rajta. Nem tudom, van egy ilyen jelző, tehát tudtok jelezni. Tehát igen, de azt mondom, igen, ide nem jutott. Becsöngetünk, igen. Én sem tudok bejutni gépészként? Hogy... Nem, tehát az egy elég szigorúan kódolt ajtó, tehát ugye... Okay. Tehát ilyen az, hogy ki, hova, mikor, hogyan juthat be, az itt egész jó és hát, szigorúan szabályozva. És alapvetően nem. Oké. Okay. Így kiszól egy ilyen, hát jobb hiány azt mondom, hogy kaputelefonon a Stax, hogy igen, ki az? A biztonsági szolgálat és a technikai szolgálat. Igen. Szivárgás észleltünk ebből a raktérből, és szeretnénk utána nézni, hogy mi okozza a szivárgást. Ne jöjjenek, van itt egy kis reaktor szivárgás. Igen. Bocsánat. Gyönyörű volt. Eltételezem, hogy az itt lévő műszerek kifinomultabbak, mint amikkel önök rendelkeznek, és biztosíthatom önöket, hogy itt nincsen szivárgás. Sajnos a protokoll szerint hiába hihetnénk el, önnek ellenőriznünk kell. Így van. Sajnos a hajó biztonság az előrébb való, mint bármilyen kintről hozott műszer, hiába tűnik pontosabbnak, mint az itteniek. Mondja, na, ide figyeljenek. És anélkül, hogy pontosan meghivatkoznám a 286. vállalati törvény 4. paragrafusának B pontját, anélkül is gondolhatják, hogy önök fölött állok itt rangban, szóval ha azt mondom, hogy itt nincsen szivárgás, akkor önök azt mondják, hogy igen, uram, nincs szivárgás. Jó, akkor mások közelítjük meg a dolgokat. A hajón történt egy igen kellemetlen gyilkosság, aminek a hozzáállása ilyen csak gyanúsítottként kezd viselkedni, vagy ilyen csak gyanús a viselkedése. Úgyhogy akár készíthetjük arra is, hogy akkor belünk jöjjön és kihallgassuk, ha nem hajlandó együttműködni velünk. Mint a biztonsági szolgálat tagja, erre felhatalmazásom van. Fiacskám, akkor megadom önnek, mint a biztonsági szolgálat tagjának a lehetőséget, hogy 3-ig számoljon, visszavonja azt, amit most mondott, különben azt hiszem, hogy a következő kikötőben új állást kell keresnie. Igazából annyira nem zavar, mert alkalmi munka volt ez úgy is. Úgyhogy akkor valahogy be kéne jutni az ajtó, semmiképpen se tudunk rajta átmenni, ugye? Azt beszéltük. Hát így egyszerűen kinyitni nem tudjátok, és nyilván föl tudjátok hegesztőben vágni, vagy valami. A kalózhajón volt egy remekül működő hegesztő. Na, akkor irány kalózhajóra, hogy hozzuk a hegesztőt. Nincs nekem mit energiám vitatkozni mindenféle okos kutatóval. Jézusom.
Ja, amikor elkezditek vágni a hajót, akkor így kiszól a kaputelefonon, hogy normálisak vagytok, az egész hajó a levegőben repül, hogyha tovább vágjátok azt az ajtót. Miért? Miért? Milyen olyan eszköz van ott bent, ami ezt okozhatja? Csak nem szivárog valami. Pontosan, csak nem robbanószerek vannak. Létfontosságú kutatást végzek, és nem jöhetnek be egyszerűen. Akkor nyissa ki az ajtót nekünk, és akkor nem fogjuk hegeszteni. Nem nyitom ki az ajtót, de felrobban minden, hogyha maguk keresztül vágják azt az ajtót. Hát, ha mi felrobbanunk, akkor maga is felrobban, úgyhogy egyszerűbb, ha kinyitja az ajtót, és megmagyarázza, hogy akkor pontosan mi történik. De nyitom ki az ajtót. Akkor felrobbanunk. De gyorsan eszkalált ez a sztori. Sikerült, kinyitottak ezt az ajtót. Ez az, na, de akkor bevágtottunk. Gyors kérdés. Igen? A Dávid kérdezte, hogy fegyvereink nálunk vannak-e még, amit használtunk? Eléggé szétszort volt a főtiszt, miután gyomorszájon lőtték. Na várjatok, azt mondom, hogy megint viszont a kettőt. Ja, Jézusom! Jézusom, mi történt? Közben a másik kérdés. Lokkoltam egy halom dolgot, és persze egy gombnyomásra tudtam mindent lokkolni, amiket most be akarok tenni a térképre, de persze kiszedni egyesével kell őket. Gyors kérdések. Kinyitottuk az ajtót. Igen. Abban Igen. a pillanatban, amikor végig áthegeztettük és kinyílt, felrobbantunk? Nem. Nagyszerű. Az egy löf volt. Abban a pillanatban... A fegyelmet azért feltöltünk. Igen. Belemettek fegyverrel. Hoppá! A picsába! Valami nagyon vissza... csörög. Megint visszakeltem, de nem most. Olyan szép dolgot szeretnék, hogy... Inkább felrobbantatok az egyszerűbb, mint ezt. Na. Aha, jó van. Oké, akkor... Annyi, hogy ha kinyílt az ajtó, és a két mellettem álló organikus húskupac úgy dönt, hogy fegyverrel akar bemenni. Mi a bánat? Jaj, oké. Oké. Akkor nekiállnék összeszerelni azt a fegyvert, amit behoztam magammal. Még egyszer, de már most akarod összeszerelni, vagy hogy? Hát... Így, hogy nézem, hogy miket pakolgatsz befelé oda. Igen, így. Így elgondolkodtam, hogy lehet, hogy az a pisztoly, amit a kezembe nyomtak, az kicsit... Kevés lesz. Hát... Nem tudom, így. De legalábbis visszakattintom a stunt. Segíthettek. A stunt... Ja, hogy átkattintott vissza a stunt. Előbb így X-ben túl sok droidot látok egy helyen. Megköszönni. Jó, szóval így beszaladtatok ugye nagy lelkesen. General Kenobi. Hello there! Jó, beszaladtatok. Igen. Nem szerintem azzal előttek is szaladunk, tehát. Dobjatok nekem egy disziplin próbát félelemre. Hármas nehézség, mert ez kurva sok a harci robot. Milla? Kettő a bili. Jól hangzik. Három milla a kettő zöld ellenében. Egy success, két advantage nálam. Az. Igen. Jó. Jó, hát négyes a disziplinja a droidnak. Nekem kettes. Na dobjunk, nem baj. Ki az, aki elbukta? Aha, igen. Egy failure, egy threat. Jó lesz. Jó, az... Dávid nem dobott zölddel, csak lilával. Aha. Jó, várjál. Neked kell hozzá a három darab. Három zöld kocka a disziplin. Ja. Három zöld, három lila, úgy az zöld dobj. Vagy meg könnyebben dobni, ha zöld is van benne. Nulla success, 3. Jó, akkor
csak így fölpörgett a dolgokat, akkor igazából most Bence kap igazából csak fekete kockát, vagy minden dobására a droidok ellen. Viszont így Laci besétál, hát jó, az meg itt van 25 szuperharci robot, hát kit érdekelnek. Kérdés, volt. Ezek működnek, vagy csak így be vannak támasztva, így offline? Igen. Ez egy nagyon jó kérdés, ezek jelenleg offline vannak. Ellenben a barátotok, Stax, nagyon gyorsan képel a sarokban lévő konzolon. Akkor lőjük le a picsába, minden bármit aktivál. Reakcióból szét tudom őt lőni, úgyhogy a diszciplin az így engem nem zavart össze? Kaphatsz rá egy plusz kettő kéket. Hogy így... Lőhetsz egyet korábban, tehát miatt még elkezdünk egy kezdeményezést, hogy meg tudja nyomni az Entert. Nem feltétlenül agyon lőni, de tehát valahogy úgy ellőni, hogy ne tudja befejezni. Kábító lövedék? Nem kábító, úgy átlukasztom, mint annak a rendje. Mit mondtál, mit hakjak hozzá? Plusz kettő kéket. Oké, és mekkora nehézség ez? Hát a Stax-et lövöd, vagy a konzolt? Hát, robot vagyok, én nem akarom a konzolt lőni, szegény gépet, nem bántam. Nem, a csávót akarom úgy ellőni, hogy az fájjon neki annyira, hogy ne fejezze be. Jó van, akkor két lila lenne alapvetően, de elköltök egy Destiny-t. Igen. Hogy egy lila, egy piros legyen. Egy remove, és egy challenge, igen. Ti is elköltettek egyébként. A pirosomat nem tudjátok lilává változtatni, de egy zöldet sárgává változtathatsz. Nem van egy sárgámat, jó az. Jó van, oké, akkor olyan. Akkor elég lesz. Na, gurui kocka. Mi ez? 0 success, 3 advantage. Hát akkor adhatsz akár a kezdeményezésetekre. Akkor ugye ez még egy reflex volt, lőttél. De és mielőtt így még elkezdünk egy harci kört, arra adhatsz valakinek egy kék kockát, meg aki első megdob, annak egy kék kockát. Szóval ti döntötek el, hogy milyen sorrendben dobtok kult vagy vigilance-t a kezdeményhez. Legyen úgy. Srácok, osszatok magatoknak kék kockát, ahogy akkor gondoljátok. Mindenképpen kaptok egyet. Ez most jó? A kezdeményre? Aha. Igen, ez cool vagy vigilance-el, ami a nagyobb, nehézség nélkül. Ó, vigilance-et dobok. És akkor adjok hozzá egy boostot? Vagy... Igen. Igen, én közben egy success, egy advantage-et dobtam a Stax-nek. A robotoknak az... még akkor nem dobsz, gondolom, mert offline. A robotoknak még nem. Hát az a 25 battle droid aktiválódik, akkor... akkor nekünk annyi, igen. Akkor a kalandozat véget ért. Jó, nekem 3 success, 1 advantage. Az jó. Gurítok én is. 5 success, 2 advantage. Jó. Mi ez? Double tap IG? Dávid, a cool, a vigilance-t azt hiszem 3 zöld. Tehát akkor 3 zöldet kell beletenni, és oda egy kék mellé. Igen, és akkor egy rollt. Egy success, 3 advantage. Egy 3, ez is a Stax előtt van, szóval mind a 3-an jöhettek egyszer, mielőtt jön a Stax. Alapvetően nem számít, hogy milyen sorrendben jöttök, de ugye olyan sorrendben tudtok egymásnak zöld meg fekete kockákat adni, szóval abból a szempontból esetleg számíthat, de... Akkor kezdem én mondjuk. Jó. Jó. Oké. Hogy is volt ez? Hát most minden droid offline, a csávót látjuk, hogy 1000-rel gépel a konzolon, és láttad, hogy én rálövök. Amíg ti szedtétek össze magatokat a droidok látványától. Hát én már gondolom, egyből a droidokra kezdek el, hogy kezdenék pusztuljanak. Jó, az a 25 droid az nagyon sok, annyit nem fogtok lövöldözni. Tehát ez így... Én lőjük azt a Stax-et mindennel. Van ami olyan masztagos, azoknak ez a gyógyítás.
Fé, az offline robotokat viszonylag gyorsabban lehet írtani. Ja, arra mondod, hogy a offline robot az nem lőd vissza. Hát, az én nem tudom, mennyi ideig tart neki bekapcsolni. Hárman hány robotot tudunk ledarálni, mielőtt ő bekapcsolja a maradékot? Tehát, hogy... Az azt mondja, hogy egy gyors üzelés működik az R-Design-ben. Technikailag pont erre vannak ezek a minion csoportok, tehát lehetőséged van egy lövésből több, mint egyet lelőni. Annyi sebzés dobsz, hogy többszörösen meghaladja, mint egy-egy minionnak az életét, akkor többet is lelősz. Ami a játék technikailag úgy működik, hogy lelőtted. Az a klasszikus gyors tüzelés, azt a játék nem adott az R11-esnek, azt ilyen még durvább, inkább ilyen állványannyal jövő fegyvereknek, mint azoknak vannak ilyen linked meg, jury rigged meg, a fene se tudja azokat. Azokat szeretnék többet is sebezni, tekintve, hogy offline robotok nem ugyanak, nem védekeznek, így relatíve könnyű célpontnak tűnnek. Jó, oké, lőheted a robotokat. Humánok meg a pánik. Jó, egyes nevésség, de egy ila plusz, ami fegyverrel lősz, az a egy zöld, egy sárga. Tehát egy zöld, egy sárga, egy lila. És émelhetsz egyet, beletehetsz még egy kéket. Igen, a proficient, igen, egy kék, egy a proficient, sárga, és egy ability a zöld, a bal oldali. Igen. És csak ez így lehet egy roll. Akkor ezt dobjunk. Ez megvan. Tudom, az egyik fejletlenül aktiválódott. Három, egy threat, ez így... Hát többet nem sikerült azért ezzel lelőni, de egyet a 25-ből azért sikerült meghangatni. Ezek így meglepően szívósak, ezek a droidok azért, szóval többet nem a legközelebbi sikerült lelőni. Jó, akkor jövök nagyon szívesen. Igen? Azt néztem, hogy lehet, hogy nekem az lenne a legegyszerűbb, tehát a melee fegyveremet, előrántanám ezt a Stun Baton-t, és csinálnék egy assist akciót, vagy assist manővert. Hát assist alapvetően másnak adnám kéket. Tehát, hogy kéket adok majd Lacinak a támadásához. Igen. És én meg, hát nem tudom, ez így akkor odaugrok, és mozgok egyet. Olyat lehet? Az más... Sok. A fegyver előrántás az alapvetően egy manőver. Aha. Nem számít, ha mást nem mondunk. Az assist is egy manőver, meg hogy odamész, az is egy manőver. Szóval akkor valamelyik nem. Jó, ha háromból az egyiket elhagyhatod, akkor lehet két manővered és egy támadásod, de az két strainer cserébe. Mert alapvetően csak egy manőver, egy támadás, vagy két manőver. Jó, akkor nem megyek oda, akkor maradok ott. Az assist az... Az működik, az adhatsz Lacinak egy kék kockát. Tehát az marad, és akkor fegyelőrendes, akkor lőni fogok a pisztolyommal. A pisztoly a kezedben volt arról. Akkor azt nem is kell előrántani, akkor van még hát egy... Kéztejnél magadnak is adhatsz egy kék kockát, egy émet. Jó, igen. Akkor kapok kéztejnél. Akkor még egyszer, akkor két manővert csinálsz, az egyik az, hogy asszisztolod, hogy azt nőz, ott stacks, lőd a stacks-et, és akkor így, aztán így célzol, és aztán lősz, és akkor ez kéztejn. Hát, hogy két manőver és egy akció. Jó, ez egy illa szintén meg közel rá. Akkor egy challenge. Ez nem challenge. Difficulty. Difficulty, igen. Egy difficulty. Nekem izé van a Range Light Right Prof 1 ab, és akkor adok még hozzá egy kéket. Uh-huh. Ezeket dobok. De milyen szakosok vagytok? Két kockákkal lőttök, basszus. Nulla success hitedben is. Fasza. Adhatsz a Lacinak még egy kék kockát. Jó, akkor kettő darab kék kockát kaptál
Nagyon jó. Van egy advantage, azzal... Azzal adtál nekem most még egy kéket. Ja, azzal adtam még egy kéket. Ja, jó. Oké. Okay. Jó. Amikor az előbb támadtál, akkor mennyi sebeztél, Lassi, bocsánat. Az előbb mikor támadtam? Nem találtam el? Akkor nem találtam, jó, jó. Nem találtam. Igen. Jó, tehát akkor... Most elfogom. Most elfogom. Azt mondom, hogy ajánlom, hogy most eltaláld. Különben szarban vagyunk. Igen, az a baj, hogy aztán ugye addig-addig, hogy végül nem szereltem össze kint a heavy blasteremet, azzal még erősebb lennék. Ez buta pisztolyjal rohangálok itt, mint aki teljesen suta. Már csak lenne valami módszer azt mondani, hogy visszamegyünk itt az időben, hogy mégis megcsináltál valamit, amiről szó volt. Igen, valami Destiny pontot elhasználva, ugye? Miért ne? Miért ne? Ne, az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy milyen blasterem van. Már hogy valamilyen felturbózott ilyen speckó cucca van ennek a karinak. Az a range heavy-vel támasz, tehát az a már annyit kapsz, mint ha elköltenél egy Destiny pontot, csak többet sebzel a végén. Megkeresem a fegyverét a primate karakternek, amíg... Meg tudod nekem nézni? Igen. Hogy ráadásul ugye úgy sem pésztem fel, hogy attachmentek is vannak rajta. Ugye valami jó, három advantage-re, tehát hogy így... Elvileg az egy jó cucc, tehát hogy ha egyszer össze kell rakni a kaland alatt, akkor ezt most kellett volna. Egy Destiny pontért cserébe... Elköltöm. És még egy Destiny pontért cserébe pedig még... Össze is rakod. Nem. Egy Destiny pontért összeraktad, és még egy Destiny pontot elköltetsz arra, hogy fölfejleszt egy zöldet. Jóvá, hogy... Sárgával. Ja, jó, nem. Jó, az most így is van benne kettősága már, mert hirtelen heavy-vel lövök. Tehát, hogy... ja, én elköltök egy Destiny pontot arra, hogy egy pirossal. Oké. Okay. Szóval akkor egy piros ellen fogsz dobni, akkor két zöld, két sárgával. Még émelhez kettőt, ugye ezért nem számít az, hogy most mennyit sebzel. Két szénél cserébe az ugye két manőver. Hát mindjárt meg akarom nézni azt a fegyvert, hogy mivel lövök. Kerest. Range heavy az biztos, mert hogy kétkezes blaster. Ez biztos, hogy így fog kinézni. Ez így átjukasztod a hajó oldalát, akkor látod, hogy nősz be. Hát figyelj, vagy nagyon mellé lövök. Hát igen. Tehát, hogy így nulla success, három threat, vagy ilyesmi, és akkor így... Nem tudom. És akkor így droidok így. Hát akkor annyira meglepődtem, hogy titeket lőttelek Tarkón a heavy-vel. Jó, hát, meg... Ez egy alapvetően ugye 9-et sebezne. 3 advantage-ért tudsz belőle kritikus sérülést okozni, és 2 advantage-ért pedig ugye még tudsz területen sebezni 4-et, tehát az akkor ugye droidokat érni. Ó, nagyon jó. Tehát, hogy ilyen gránátvetőben alatta. Az neki a izője. Nagyszerű, kiváló. Na és akkor most hogy itt vagyok, és akkor azt tudom csinálni, hogy... Még 2 témelsz. Vagy egyet minimum, de hát az ugye adja magát. Az hogy van? Egy kéket ad az aim? Egy aim az egyet, de ugye csinálhatsz 2 aimet 2 strainért cserébe. De a második aimet 2 strainért cserébe inkább. Ó, hát ez simán. Ez 14-ig mehet a strain, nem hallott? Itt arra való. Szét stresszelem magamat. Oké. Azt hiszem akkor így nézünk ki. Difficultyből még van egy, nem? Ne, közelre először az egyes. Tehát azt felfejlesztettem a lilát pirosra, azért nincsen. Ja, hogy azért nincsen benne. Jó, hát akkor ezt eldobjuk. Na gurul. Gurul aztán ki tudja, hol áll meg. Azaz. Na. 8 success. 7-es success, 2 advantage. A 2 advantage az elég arra, hogy területre sebezd a robotokat. Nagyon jó. Vagy a terminált. Vagy a terminált, igen. Vagy a terminált is. Nagyszerű. Kilukaszthatok mindent ott így gyakorlatilag. A hajó hátulja. A fegyvered alapsebzése az 9-es, plusz rájön egy, az 10. 17? Az 17. Van egy point blankem is, hogyha közel vagyok. Azt számoltam, tehát ja, az, okay. Alapból 9 plusz 1 az 10, meg 7 az 17. Hát, 3-asnál nagyobb szókja biztos nincsen, és 14 élete meg az sincsen. Nagyon szóval ez így,
Nézd, így kipurcant. Oda dobtál egy gránátot, a gránátvető valami volt a fegyver alatt, az így, az őt így eltalált a közvetlen közelről, és így messzire repítette keresztül a termen, és még a robotok nagy része is elég jelentősen megsérült, és fölborultak a lökés hullámtól. Hát titeket is egy kicsit hátra tántorított, és még a terminális tropára ment. Ezért közben nézzen ennek oda nyögem, hogy ez biztos egy technikai droid. Ezt csak nézel, vagy ezt meg is kérdezed? Ezt meg is kérdezem, nézem tőle. Hogy micsoda, hogy? Hogy ő biztos technikai droid? Hát... Hát valószínűleg minden kicsége kizárva. Én azt hallva csak... Itt szépen így elrakod a fegyvert, így szétszereled. A gránátvetőből így az üres gránáthüvelyt, azt így kipattintom oldalra, így megforgatom a rájfölt, és felakasztom a hátamra. Jó, csak arról van szó, hogy lassan befejezzük, szóval kicsit felpörgetve az eseményeket. Megyünk, jelentjük a főtisztnek, hogy 25. Ezt a tűzharcot meghallották, szóval lejöttek ide, és itt látják, hogy itt mi a fene történt. Ugye a Stax összeégett, nem halt meg, de azért elég komolyan megsérült. A plot armor, igen? Agent Rex. Ezért nem ilyen robotosan életbetarthatóra, vagy nem csak robotosan életbetarthatóra sérült meg, csak úgy azért szimplán elég a bakta tartály. Egy párban betegszavi, hogy ezt túl kiheverje. Megy a bakta tartályba, azt jó lesz. Igen, akkor mi... Ez kérdően most van ott, mint amikor Luke-ot leütötte a banta. Stim. De nem halt meg. De akkor előkerül a főtiszt. Mondja, hogy ó, hát itt mi folyik? Szivárgást észlettünk. Droidok szivárogtak. Igen. Droidok szivárogtak. Hát, mondja, hát ez az adag robot, ez elég jelentős áram mehetett volna a fekete piacon. Érdekes, hogy erről senki nem tudott. Valószínűleg a kapitány, kivéve a kapitány urat, aki ugye földobta a talpát gyanús módon. Úgyhogy egy gyors kérdés az, hogy megkérdezik a... Ugye, akkor berakottunk, akkor azt a Stax emberei elküldtek mindenkit, és ők intéztek a rakodást. Meg volt hozzá kellő jogosultsága. És úgy látom, meg volt a kellő számítógépes szakértelme is, hogy ennyi robotot irányítson, vagy bármi mást elkövessen. A nyomait? Nem tudom, de a kutatók vagy a robotok a rosszabbak. Ezt így mondtam is a... Akkor mondd még egyszer, nekem is nem igazán értettem. Na nem tudom eldönteni, a kutatók vagy a rosszabbak. A robotok, és itt a kutatódroidok, ennyi. És erre a mondat, ha kimerevedik a kép, jön a stáblista, és szól a szitkom zene. És megérkezik Delphi-ben a flótával. Két ember meg egy robotot támogatta, nem tudom. Igen. Én közben, tehát hogy amikor hallom, hogy jönnek befelé a terembe ide hátra, a személy, vagy mi az a biztonsági tiszt, akkor így szétszedem a fegyveremet és elrakom. Én szépen finoman. Jó, mondjuk közben mi fent ahogy vizsgálódtunk, azt vettük észre, hogy az első tiszt gyanús körülmények között öngyilkos lett. Gyanús. Mondja így, nem igazán vagyunk róla meggyőződve, hogy öngyilkosság volt. Zárva volt az ajtó. Mondja, az zárva volt az ajtó, de ennek ellenére valahogy a
többször átkutat a szobába, megint volt egy fegyvere. Hát a kutatónak nem hiszem, hogy ez volt zárt ajtó előtte. És mondja, hogy a protokoll droid is megint furcsára váltott, és mondja, megint úgy viselkedik, mint régen. És így, tervezőm, itt meg mi történik? Kikapcsolták a szit nyelvet. Ja, olyan sok felfordulás történik ma, és nem is engednek oda a kapitányhoz, pedig már biztosan meg szeretné enni az ebédjét. Oké, akkor őt is fejbe lőjük. Itt van a hajón, Babu? Babu nincs itt a hajón. Mi lett a dolyban? Így egyébként egy kicsit belegondoltok, amikor a kaland közben interaktált veletek, akkor nem igazán szripiósan viselkedett, mert a kapitány kinyifant, ilyeneket mondott, most ehhez képest visszaváltotta. Nem csak... Ne, a szeme nem volt vörös. Nem, csak távolra hackelte őt innen a csoda komputerjéről a bácsi. Aha. És ha te ezt észleted, akkor miért nem mondtad korábban? Kedves fejvadász droid. Én egy gépész vagyok. Persze, én meg tündér király kisasszony. Jó van, akkor azt mondom, hogy nice. Egy gyors lezárással, hogy kezdenek összeállni a fejetekben akkor a történések. Sikeresen akkor megérkezik a szállítmány a rendeltetésre, átadjátok a hatóságnak a kalózokat is, stexet is átadjátok a corporate sector authority-nek. A hajó megmentéséért, és a kalózok legyőzéséért, és stex lelepezéséért pedig kitüntetést kaptok, és komoly bónuszt, amit úgyse tudtok elkölteni, hogyha nem folytatjuk a kalandot. Attól függetlenül, hogy folytatjuk-e, én nem szeretnék semmilyen díjat kapni, én váltig állítom, hogy én csak egy egyszerű droid vagyok, és itt akarok maradni a hajón. Aha, vajon miért? Na. Én a D-ból szeretnék egy olyan L11-es blastert venni, ami van ilyen sorozatlövő. Azt valószínűleg megengedik nektek. Ezt a zenét te kapcsoltad most be? Ezt én, de csak ennyit mertem lejátszani, mielőtt féltem, hogy jön a copyright. Hopsz. Szép. Hát, ha végig beszéljük a zenét, akkor nem gond. Akkor nem hallatszódik. Én csak gondoltam, hogy ha már jön a stáblista, akkor be kell tenni a Star Wars zenét különben. Igen. Mint valaki álltunk a hajóban. Nem, így akkor meg volt a meló, kilettem fizetve. Na, szóval egyébként tényleg mindenkit tetemesebb összeget kapna. Szóval például nyilván nem azt mondanám, hogy ne folytassa egy kalandot egy kampányban a Bence karaktere, de ugye neki ilyen anyagi motivációi voltak, ő például lehet, hogy elgondolkodhatna a visszavonuláson kapásból. De gondolom, hogy akkor ez a benne ilyen egyszerű. Egy folytatás esetén. Urak, ennyi lett volna nagyjából ez a mai mese. Ha tetszett, akkor nagyon örülök neki. Ha van bármi meglátás, akkor azt majd mondjátok el négy szem közt, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, aztán majd... Kockáimat legközelebb nem bűvődnek. Jó van. A következő X-Wing meccse jobban gurulnak. Na. Fú, azért két failure hat advantage. Jó, már remélem azért nem úgy éreztétek, hogy ez csak egy kockajáték volt. És remélhetőleg, hogy akkor még éreztek esetleg kedvet, hogy megismerkedjetek jobban ezzel a szerepjátékkal. Arra nem vállalkozok, hogy ebből rendszeres mesélést tartok nektek, de hát egy kis betekintés volt az most csak ebbe a mindenképpen teljesen jó volt, úgyhogy köszönjük teljesen szépen. Volt, köszi szépen a mesélést. Köszönöm akkor, hogy itt voltatok, és hogy ezt felvettük tényleg, és valaki majd visszanézi akkor, és végignézte ezt a
4 óra 30 percet, akkor le a kalappal előttem. Úgy. Majd írjátok meg itt a YouTube videó alá hozzászólásba, hogyha már korábban sejtettétek, hogy Stax meg az H3PO áll minden mögött. És ha tetszett a játék, nyomjatok egy lájkot a videóra, és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönjük! Igen, pontosan. Meg a Latinak van Twitterje, vagy milyen van neki Twitch-e, aztán azt is lehet követni. De küldjetek egy Facebookon egy ajánlást, vagy valami. Jó, akkor kösz. Na, jól van. Köszönöm, jó van, srácok. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vörös Ötös X-Wing YouTube csatorna, Ricsi vagyok, és ez a gyilkosság a Forrester cirkálon történetnek a záró gondolatok fejezete. Remélhetőleg végignézted ezt a 4 órás történetnek elég nagy részét. Menet közben te is gondolkozhattál, hogy esetleg ki volt a gyilkos és mi volt az indítéka. Ezt nagyjából sikerült a karaktereknek földolgoznia, lehet, hogy nem adtam nekik mindig meg a kellő segítséget, hogy tudjanak nyomozni ebben az ügyben. Úgy a robot szól alapvetően egy több játékos karakter lesz, és akkor jobban le tudták volna fedni készségekkel is a történetet, illetve maguknak, mint embereknek esetleg több ötletük lett volna a nyomozás során. Nagyjából azért jó nyomon jártak, tehát itt Stax volt a őrült tudós felbújtó. Eredetileg nem ez volt ötlet, hogy szuper battle droidokat csempészik. Ez csak így hirtelen jött a végén, hogy még valami akciót esetleg beletegyünk a végére. De úgy érzem, hogy ez a változtatás, ugye a játékosok nem tudtak, hogy ez változtatás, ez jól sült el. Hogyha valami drámaibb körülmények között tudták volna őt meggyanúsítani, akkor azt szántam a tetőpontnak, tehát csak egy narratív tetőpontra gondoltam. Itt még egy minimális akció volt a végén, egy kis feszültség, hogy a 25 harci robot, hogyha aktiválódik, akkor azok könnyedén elfoglalhatták volna az egész hajót. Ő programozta át igazából H3PO-t, akivel sajnos eredetileg akartam egy kis előzményt is játszani a karakterekkel, hogy milyen a normális nap a hajón, de megcsúsztunk az idővel, ezért, hogy biztos befejeződjön a kaland, azt kihagytam. Így ki akartam hangsúlyozni, hogy H3PO tényleg gyakorlatilag egy ilyen C3PO személyisége rendelkezett. Ahogy ez elmaradt, így próbáltam nagyon flagmán kezelni H3PO-t, amikor kezdődött a kaland. Ezt erre lehet jobban rá kellett volna játszani. Nem távolról hackelte meg az én fejembe Stax, hanem konkrétan kicserélte a chipjét egy másik droid személyiségre. És ezért meg máshogy viselkedett volna, és ez gyanús lehetett volna a játékosoknak, de ehhez több interakció kellett volna, ezt mint kalandmester elrontottam. Így ő volt az, aki előre vett utasítások alapján ugye próbált gyanúba keverni az első tisztet, meg megvérgezte a kapitányt, meg aztán eltüntette a fegyvert, idetette a fegyvert, odatette a méregfiolát. És ez nem tudom, mennyire jött le a játékosoknak, vagy mennyire jött le a kalandban. Ami, hogyha valaki ezt szeretné adaptálni ezt a történetet, azért működik a gyilkosság az Orient Expressen története jól, mert Poirot fölött igazából nincsen senki a hierarchiában. Itt utólag beszélgettem pár szót a játékosokkal, itt ezt fölélődtem, tehát ők nagyon alul voltak a táplálékláncban, és ezt megpróbálták elég ügyesen játszani, tehát azzal, hogy ők több felettesük is volt, ezzel eléggé korlátoztam a lehetőségeiket, ami minden csak az nem, amit csinálni szeretnél egy szerepjáték során. Ezt nagyon nem gondoltam át előre, hogy ebből ez lesz, hogyha jól játsszák a karaktereiket, és jól játszották a karaktereiket, minden tiszteletem az övéké. Ezért helyenként visszavettek a önálló felfedezésből, ami egy mélységesen nagy hiba. Tehát mondjuk minimum egy másodtiszté, vagy esetleg a biztonsági személyzet főnökévé kéne tenni egy játékos karaktert, hogyha ezt valaki átvenni, vagy pedig valami egyéb indokkal függetlenül, nem a hajó személyzetei, hanem esetleg a vállalati szektoron belül
magasabb rendű utasok, akiket alapvetően nem dirigálhat a hajó személyzete. Vagy talán a kapitány ugye nyilván dirigálhatna nekik alapvetően, de onnantól kezdve már bonyolult társasági hierarchia az már nem teszi egyértelmű, hogy a játékos karakter, vagy pedig éppen a biztonsági személyzet vezetője az, aki följebb áll a ranglétrán. Ezzel együtt én úgy éreztem, hogy azért élvezték a srácok. Remélhetőleg ti is élveztétek ezt a videót. Nem ígérem, hogy mostanában túl sok Star Wars RPG felvétel lesz, de szerintem magyarul ilyen nem volt elérhető az interneten, vagy én, nekem is sohasem jött szembe. Egy kis ízelítőnek talán ez is jó lesz. Amíg pedig nem találkozunk, addig is a Vörös Ötös készenlétben.